Üdvözöllek titeket! És tudjátok, miért van ilyen jó kedvem? Bizony nem másért, mint a hosszú hétvége miatt, hiszen most 4 napig élvezhetjük a teljes kikapcsolódást. Ugyanis október 23-át ünnepeljük az 1956 évi forradalom kitörésének, illetve a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulóját, úgyhogy tényleg van mire emlékezni. De képzeljétek, ezen a napon nem csak mi magyarok, hanem új-zélandi társaink is pihennek, ők a munka ünnepének szentelik ezt a napot. A megemlékezés közepette nem is választhatatok jobb szórakozást, mint hogy velem tartsatok a multimédia világában tett körutazásban, úgyhogy lássuk, mi mindennel szolgálhatok a következő, mint egy fél órában. Múlt héten már ígértem, hogy folytatjuk a WebOS sorozatunkat, méghozzá nem mással, mint egy magyar fejlesztéssel, ami az ígéretes első magyar WebOS címre pályázik. A mai adásban láthatok egy mini számítógépet, és a monitorok történelmében is kalandozni fogunk. A neten is kutakodtunk, keresünk sírokat, tűzijátékokat, de betekintünk majd a 4 különböző csatornát magába foglaló Európa TV adásába, amelyet az Európai Parlamentből közvetítenek. Lesz még szó 6 dimenziós hologramról és 3D-s budapesti épületekről, úgyhogy infománok most már tényleg egy tapottat sem, szemeket a képernyőre, hiszen azonnal kezdünk. Zsebre teszem, letekerem, előveszem, kihajtom. Ezek az igék ma az úgynevezett sub-notebookok korában már PC-kre is alkalmazhatóak. Az egyik minigépekben egyébként is erős távol-keleti gyártó friss termékét mutatjuk be nektek, ami valójában egy PDA és egy PC között van valahol félúton. Korábbi adásainkban rengeteget beszéltünk már ugye az egyre inkább összemenő mini laptopokról, amiknek a népszerűsége az gyakorlatilag már határtalan. Egészen elképesztő mennyiséget adtak már az első ilyen készülékből is, ami itt van mellettem, illetve ez annak már egy picivel fejlettebb változata. Egészen komoly eladási adatokat produkált ez a termék, azonban most arra érett meg egy kicsit a technológiája az UMPC-knek, az úgynevezett ultramobil PC-knek. Most értünk el abba a fázisba a fejlesztésük kapcsán, hogy most már ezek a készülékek is egyre népszerűbbek lesznek, egyre inkább alternatívának tekinthetők. Ez a készülék, ez gyakorlatilag ma már mindent tud, amit csak tudhat egy készülék, egy normális laptop, azzal a különbséggel, hogy ennek nincsen billentyűzete, akadnak olyan típusok, amelyeken van beépített, és ez nyilván még tovább növeli a méretet. Itt a gyártó úgy döntött, hogy mellé kell inkább egy ilyen ketté hajtogatható billentyűzetet, ami arra az esetre jöhet jól, hogyha ugye asztalon szeretnénk használni a készüléket. Viszont a nagy előny, a legnagyobb különbsége is egyben az ultramobil PC-knek a laptopokkal szemben a nagy előnye, hogy ezek akár menet közben is használhatóak, tehát nem szükségeltetik hozzájuk asztalt. Ugyanúgy van rajtuk egér, jobbal, gombbal és minden egyéb olyan funkció, illetve érintőceruza, ahogy a PDA-knál is megszokott, amivel a szövegbevitelt tudjuk egyszerűbbé tenni, abban az esetben, hogyha ugye nem a keyboardot használjuk, amit az asztalra letettünk. Ezek a készülékek most még nem foglalták el a méltó helyüket az árfekvést illetően, leginkább azért nem, mert ugye az olcsó laptopok, a mini laptopok, azok ugye az olcsó laptopok is egyben, ők most egy kicsit lenyomták a notebook árakat, és ezek a készülékek még mindig kicsit kuriózumnak számítanak, mert elég drágák, különösen ezekhez az olcsó laptopokhoz képest, de folyamatosan megy lefelé az áruk, és ráadásul kapnak sokszor olyan erős processzort, ami az olcsó laptopokkal szemben nagyobb igényeket is képes kielégíteni, olyan extra funkciókkal, mint például a 3G modul, ami állandó internet kapcsolatot tesz lehetővé, állandó böngészést gyakorlatilag bárhol, bármikor, illetve egy-két készülékben, mint ahogy ebben is van már GPS is, ami azt jelenti, hogy teljes értékű helyzetmeghatározó készülék is, a megfelelő szoftverrel együtt. Itt megint csak egy óriási előny az, hogy a PDA-kkal szemben azért ez a készülék kijelzőben lényegesen nagyobb, és az ilyen navigációnál ez mindenképpen egy fontos szempont. Ugyanazok a funkciók megtalálhatók rajta, mint az üzleti gépeken, ezen is például már egy új operációs rendszer fut, nem a korábbi. Új lenyomott olvasó van rajta, a biztonság véget, tehát gyakorlatilag mindent tud, amit egy normál méretű üzleti notebook, sokkal, de sokkal kisebben. Hát olyan kompromisszumokkal, hogy nyilvánvalóan, hogyha asztalon szeretnénk használni, akkor kell a plusz billentyűzet, stb. Illetve a kijelző az nyilván kisebb, de hát ez ugye a méretkorlátnak az ára. Ez a gyártó, akinek a készülékét a kezemben tartom, elég régóta foglalkozik már az UMPC készülékek fejlesztésével, de természetesen számos más cég is fel.
felfedezte ebben az alternatívát. Korábban készültek készülékek, akkor volt egy ilyen lelkes hulláma ennek a dolognak, ami alábbhagyni látszott ugye a laptopok minimalizálódásával, de most megint úgy tűnik, hogy újra övék a terep, olyannyira, hogy vannak olyan elvetemült elméletek is, hogy igazából a nagy konvergenciában, a digitális konvergenciában, amiről már annyit beszéltünk, ezek a készülékek már a mobiloknak a babérjére törnek, hiszen ugye ebben a modellben is van egy SIM-kártyafoglalat, amivel ugye, mint ahogy említettem az előbb, lehet a 3G hálózatokon keresztül internetezni, de megfelelő program segítségével akár közvetlen mobiltelefonálásra is használható egy ilyen eszköz, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha egy kicsit kisebbé tudják még varázsolni, akkor egy PDA mobilként is funkcionálhatna, oly módon, hogy ugye normális laptop operációs rendszer van benne, ami azt hiszem, hogy felbecsülhetetlen előny egy mobiltelefon vagy egy PDA-val szemben. Közeledik halottak napja, ezért gondoltam most megmutatni nektek ezt a weboldalt. És bár elsőre nem kicsit tűnik morbidnak sírokat keresgetni a világhálón, ha belegondolunk, valóban hasznos lehet adott esetben. Mennyire megkönnyítheti például egy soha nem látott rokon felkutatását, ha családfát tervezünk összeállítani, vagy ha egy ismert, általunk tisztelt ember emléke előtt szeretnénk tisztelegni, mondjuk egy külföldi vagy hazai városnézés kapcsán. Igen, bátran állíthatom, hogy a hazai temetők is jól kereshetőek az adatbázisban, és ami kellemesen meglepett, alapos információkat találtam fent rajta például Adiról, Blaha Lujzáról, sőt, Gülbabáról is. Még a Domján Edit halálának különleges körülményeiről is részletes beszámolót olvashattam angolul. Pedig először kicsit kétkedően írtam be a magyar vonatkozású keresést. De a korrekt és viszonylag részletes életrajzi adatok, valamint a síremlékek helyének pontos meghatározása, bemutatása meggyőzött arról, hogy adott esetben minden más információ is hasonlóan helytálló lehet, ha éppen külföldön szeretnék felkeresni egy sírhelyet. Különleges funkciói is vannak az oldalnak, például lehet dátumra is rákeresni, legyen a születési vagy éppen halálozási. Példának okáért rákerestem október 10-ére, így tudtam meg, hogy Verdi ezen a napon született, míg Orson Welles ezen a napon halt meg. A népszerűségi listát, de idétlenül hangzik ez a kifejezés itt, szóval a legtöbbet keresett sír pedig E.A. Poe. Aki tud angolul és még több információra kíváncsi, az keresse fel bátran az oldalt, tényleg sok minden kideríthető a segítségével. Kicsit vidámabb téma felé kalauzollak benneteket ezúttal, így félúton augusztus 20 és szilveszter között. De hogy mi is köti össze ezt a két dátumot? Tessék találgatni! Hát persze, hogy a tűzijáték. Ez a szikrázó, csillogó, villogó égi csoda, amely minden alkalommal ámulatba egy kicsiket és nagyokat egyaránt. Ma már kevésbé megy esemény számba, ha az égen feltűnik valami, ami különböző színekben és formákban pompázik, hiszen akár egy esküvő vagy születésnapokán is lehet a megfelelő pirotechnikai eszközökkel égi csodát produkálni. De talán éppen ezért is egyre nagyobb presztízse van az igazán nagyszabású, látványos tűzijátékoknak. Ezen a weboldalon pedig ilyenekre lehet rákeresni, lett légyen az ember a világ bármely pontján, Ripsrops megnézheti, hogy akad-e a közelben valami igazán szép tűzijáték. Az igazi nagyfánok pedig előre eltervezhetik, hogy melyik eseményt kívánják személyesen is felkeresni, mert azért a tűzijáték feelinghez a durrogó hangok és a kissé megpörkölődött illat is hozzátartozik. Egy biztos, december 31-én éjszaka még aki akarja, az sem tudja elkerülni, hogy részesüljön az élményben, hiszen ha máskor nem is, de ezen a napon éjfélkor a világ minden pontján fellövik azokat a rakétákat. Megvallom, én kifejezetten szívesen bámulom a kibomló tűzvirágokat, csak a szegény kutyát sajnálom, aki ilyenkor nyűszítve húzódik be a háza sarkába. Szeptemberben végre hivatalosan is zöld utat kapott az úgynevezett Europearl TV projekt, amelyről már mi is beszámoltunk nektek előzetesen. Ez az az online fórum, amely minden internet hozzáféréssel rendelkező állampolgár számára lehetővé teszi, hogy korszerű és kreatív betekintést nyerjen az EP munkájába, illetve hogy a szerkesztett tartalomnak köszönhetően változatos formában tájékozódjon a kapcsolódó eseményekről. A WebTV ideális fórum arra, hogy különböző háttéranyagokat is elérhetővé tegyen az érdeklődők számára,
és ez az a felület, amely a legkönnyebben lépést tart a technológia fejlődésével, ezáltal az aktivitást, proaktivitást, interaktivitássá alakítja, amely mindkét oldal számára megkönnyíti a kommunikációt. Maga a TV 4 különböző csatornát foglal magába, amelyek mindegyike egymástól eltérő célcsoportokat szólít meg. Az önparlamentje elnevezésű adó kifejezetten a politikai események iránt érdeklődő emberek, szakmai szervezetek, lobbisták, akadémikusok és az Európai Uniós intézmények munkatársainak szól, míg az önhangja felület vélemények megjelenítésére ad felületet. A fiatal Európa kifejezetten az iskolásokat, az internetet legtöbbet használó leendő választópolgárokat célozza meg, a negyedik csatorna, a parlament élőben pedig valós idejű bepillantást nyújt a parlamentben folyó munkába. Az Európart TV műsora az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, így magyarul is elérhető, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, valóban hasznos időtöltés rajta, benne elmélyedni. Szeretjük a hazai fejlesztésű szoftvereket, ebben a globalizált világban mi Infomának nagyjából ennyit tehetünk honfitársainkért. Most egy olyan kezdeményezést mutatunk be, ami ha egyszer végre elkészül, akkor az első magyar WebOS lesz. Kipróbálni még nem lehet, de mi elmeséljük nektek, hol tart most a ritmó, és milyen lesz, ha készen lesz. 2005 májusában fogalmazódott meg ez a Web2-es mánia, igazából akkor kezdett kibontakozni mind itthon, mind külföldön, és egy ismerősömmel gondolkoztunk egy ilyen Web2-es oldal létrehozásán, ahol naptár, képmegosztás és ilyen funkciók lettek volna, azonban ahogy haladtunk a tervezéssel, egyre inkább tovább fejlődött az egész projekt, és akkor úgy döntöttünk, hogy ezt gyakorlatilag egy magasabb szintre kellene emelni az egészet, és egy olyan felületet kialakítani, mint a Windows például. Amit gyakorlatilag az átlag felhasználók megszoktak, mert végül is nekik készült. És gyakorlatilag innen indult el az egész WebOS-es projekt. Akkoriban még nem tudtuk, hogy külföldön van-e egyáltalán ilyen projekt, tehát akkor úgy gondoltuk, hogy ez teljesen új. Azonban utólag kb. Egy év után kiderült, hogy külföldön is nagyjából azonos időben kezdtek el hasonlót fejleszteni. Időközben kiszállt a társam, akivel ezt fejlesztettük volna, ezért gyakorlatilag egyedül maradtam a projekt gondozásában, ezért is tart még mindig gyakorlatilag az alapfázisnál. Én mindenképpen próbálom úgy kialakítani ezt a rendszert, hogy ne csak én tudjak rá alkalmazásokat fejleszteni, tehát igazából ne tőlem függjön a rendszer bővülése, hanem bárki, aki kedvet érez hozzá, az nyugodtan például egy másik e-mail kliens tudjon hozzá tervezni vagy programozni, és ezért nagyon nehéz így felépíteni a rendszert. Azért tart még mindig itt a projekt, mert sokszor úgy lett írva és újra lett gondolva az egész, hogy a lehető legegyszerűbben és a legrugalmasabb legyen. Jelenleg körülbelül ott tart, hogy teljes ikonkezelés működik, illetve az ablakkezelés és olyan háttérbeli funkciók, amik esetleg mondjuk a felhasználókat nem érintik, de akik majd fejlesztenek, esetleg azoknak segítség lehet. Igazából az átlag felhasználóknak ez még nem jutott el, tehát ők még egyelőre nem tudnak ezzel mit kezdeni, úgyhogy le van írva és esetleg pár képet mutattam róla, de egyébként így azért azok körében, akik ismerik az ilyen internetes dolgokat és jobban benne vannak, körülbelül 1500-2000 ember iratkozott föl, aki értesülni szeretne, hogyha elindul a projekt. De igazából senki nem tudja még, hogy gyakorlatilag mi lesz ennek a vége, ezért mindenki csak kíváncsian várja, hogy végül is mire lesz használható, meg hogy mit tudnak majd kezdeni vele. Az átlag felhasználók is lassan megismerik ezt a Web2-es trendet, és érdeklődnek az ilyen új dolgok után, főleg azt, hogy manapság már megnézzük minden központosul, tehát lassan a mobilunkkal szinte bármit meg tudunk csinálni, és igazából a mobilitás az, ami itt a fő érv szerintem. Gyakorlatilag amikor belépünk, akkor egy ilyen Windows-szerű desktop felületet kapunk, ott látható egy ablak, amelyet zegérrel lehet mozgatni, meg fogjuk is visszük gyakorlatilag, ezt akarjuk, bezárhatjuk, aztán ugyanígy, mint a Windows-ban található a ikonok, ugye mondjuk egy mappa, egy akármilyen más, egy videó lejátszó, és ugyanígy egy lomb, tehát ha akarom például, akkor áthelyezhetem ezeket az ikonokat, vagy jobbegérgombbal gyakorlatilag feljön ugyanúgy egy ilyen jobbegérgombos menü, ahol mondjuk átmegyek az átnevezésre, hajra, amit akarok, ütök egy Enter-t és gyakorlatilag át van nevezve. Vagy ha mondjuk megnyomom a Delete gombot,
akkor törlem az ikont, vagy pedig ki is dobhatom a lomtárba. Na akkor most szusszanjunk egy kicsit, addig is elmesélem nektek, hogy mi minden vár még ránk az adás második felében. Nem beszéltem arról a különleges technológiáról, aminek segítségével sikerült elkészíteni az első 6-dimenziós képet, és azokról a nagyon látványos 3D-s Budapest épületekről sem, amit sikerült megtalálnom egy útvonal keresőben. Persze a monitorok történetéről sem feledkeztem el, hiszen azonnal megtudhatjuk, hogy hogyan jutottunk el a nagy széles katócsövektől az igen impozáns eses lapos monitorokig. Infománok, most már nem menjetek sehová, hiszen azonnal folytatjuk. Most egy igazán különleges technológiáról számolok be nektek, ami elsőre nekem is nagyon furcsának hangzott. Szakemberek elkészítették az első 6-dimenziós képet. Igaz, hogy még a mérete csak 7x7 pixeles, de segítségével minden eddiginél valósághű megjelenést tudnak reprodukálni. Jogos a kérdés, hogy mit is fed a 6-dimenzió, mivel miben több, mint az eddig 3. Először vegyük a 3D-s képeket, mik is azok hogyan működnek. Háromdimenziósnak nevezünk egy egyszerű képet, amely a nézőpont változtatásának hatására elmozdul. Ezt a hatást úgy érik el, hogy domború, párhuzamos elhelyezkedésű egyenesek segítségével apró lencséket hoznak létre, amelyek aztán különböző képeket vetítenek függőleges és vízszintes szögekből, így a lap forgatásával mindig az adott szögből vetített kép tárul a néző elé. Az új technológiánál az egyeneseket négyzetre cserélték, amely így egyidejűleg képes megjeleníteni a képeket mind a vízszintes, mind a függőleges irányokból. Ezáltal a 6D reagál például a környezet fényhatásaira is, így produkálva az eddigi legrealisztikusabb megjelenítést. Példával is illusztrálták, egy boros üveget ha megvilágítunk, akkor a fény optikai változásokat idéz rajta elő, míg ha egy egyébként teljesen valósághű, holografikus képen látható üveggel tesszük ugyanezt, akkor azon egyszerűen csak áthalad a fény, megtörve ezzel a realisztikus hatást. A mesterségesen megalkotott 6D-s képpel ellentétben, amely már gyakorlatilag ugyanazt a látványt képes elérni, mint a valós tárgy. Jelenleg azért tömeggyártásban nem találkozhatunk a találmánnyal, bármilyen látványos is, hiszen egy már élvezhető méretű, mondjuk 100x100 pixel méretű felülethez, ahhoz, hogy az 10 különböző szemszögből szemlélhető legyen, 100 millió különböző pixelre lenne szükség, ami ma még nagyon komoly költséggel járna. De idővel a technológia kinőheti a gyerekbetegségeit, és akkor akár a mindennapokban találkozhatunk vele újra. Két szól. Ez már komoly méret, ha monitorról van szó. Márpedig itt és most monitorokról lesz szó. De mielőtt bemutatnánk a legnagyobb gyártók nagy monitorait, révedjünk kicsit a múltba. Hogy is jutottunk el a katócsőtől a lapos képernyőkig? Monitorok tekintetében a méret azért számottevő, mert lehet azt mondani, hogy eljutottunk ahhoz a mérföldkőhöz, amikor az ilyen méretű megjelenítőket már szinte majdnem minden háztartásban megtalálhatjuk. Ez köszönhető annak, hogy a technológia is olyan szinten fejlődik, hogy olyan megoldások jönnek létre, amik kifizethetőek háztartási értelemben, valamint olyan alkalmazások is napra készek már a háztartásokban, amik ezekkor a megjelenítő mindenképpen kell. Tehát nagyon sokan használják például az LCD TV helyett a monitor filmnézése, a játék az egy külön gazdasági jó nagy szerepvállalás minden gyártó részéről, hiszen ilyen méretű monitorokra optimalizálják magukat a játékokat. Rögtön emiatt a specifikációkról is lehet beszélni, hogy milyen áthúzási sebességgel működnek, illetve reakcióidővel ezek a monitorok, mert hogy ebben van a lehet azt mondani, a megjelenítő piacnak a legnagyobb befektetési lehetőség, ebből kifelé erre nagyon oda is figyelnek. CRT rövidítéssel elnevezett monitorok, amik még ilyen katócsöves megoldások voltak, ahol úgy kell elképzelni, és picit össze is lehet ezen keresztül hasonlítani az új technológiát a régivel, hogy valahol úgy magyaráznám, kilőtték a katócső segítségével a színeket tulajdonképpen, tehát elektronos impulzust bocsájtottak a végső megjelenítő panelre, és ez kicsit olyan, mint amikor a cirkuszba kilövik a disznót az ágyúból, és akkor a végét látjuk a történetnek. Az új technológiánál, ahol pedig vékony panelekkel dolgoznak, ezt TFT technológiának hívjuk tulajdonképpen, és LCD panelekről van szó. A technológiától függően természetesen, mert eltérések azért mutatkoznak még, gyártónként és megoldásonként is, ott pedig egy állandó folyamatos megjelenítést látható.
út, nem pedig egy hosszú-hosszú útnak az eredménye az, hogy egy képet találunk a monitoron. A megjelenítés felbontás tekintetében az nagy mértékben attól függ, hogy milyen jelet indítunk egyáltalán a monitor vagy a megjelenítő eszköz felé. Tehát itt a videokártyáknak a képességeiről is szót kell ejteni mindenképpen. Hardveresen, tehát egy biztosabb és nagyobb számítási technikai igényeket kielégítő alapról kell beszélnünk. A méret növekedés tekintetében az lehet az érdekes, hogy van egy maximális méret, ami teljesen fölösleges, hiszen egy átlagos méretű lakásban, ahol mondjuk egy olyan 50 és 70 négyzetméter között számolunk a legnagyobb helység, ami megközelíti mondjuk a 30 négyzetmétert, ott az ember nem fog berakni egy 40-50-60-70 szolos monitort számítógépezéshez, mert nem tudja már belátni jóformán. Egy pár hónappal, vagy talán egy évvel ezelőtt a 20 col volt az, ami különleges volt, és amire mindenki pályázott, akár gyártó vagy végfelhasználó volt. Most a 22 colos nem mindezek itt a háttérben, lehet azt mondani, hogy klasszikus méretté kezd válni. Az az érdekesség a 22 colosnak, hogy az általában úgy jön ki gyártóknál, hogy mindenképpen 16-9 vagy 16-10-es arányjal jön létre, tehát egy széles vásznú dologról beszélhetünk az eddigi 4/3-os arányhoz képest. A műsor végére hagytam nektek az igazi csemegét. Nem tudom, ti mennyire használjátok a neten ingyenesen felelhető hely meghatározó kereső programokat, de az egyik legismertebb ilyen felület most meglepő újdonsággal szolgált számomra is. Pedig rendszeresen itt szoktam rákeresni különböző úti céljaimra, ha ismeretlen terepre indulok. És bevallom, hogy időnként még el is játszom a programmal, hol klasszikus utca részletességű felbontásban, hol domborzati szemszögből térképezek fel egy-egy számomra érdekes területet. Minap Székes fővárosunkban tartvál egy olyan utcába volt jelenésem, amelynek pontos megközelíthetőségét nem ismertem, csak azt, hogy valahol a Városligetnél találom. Nosza, felmentem a világhálóra, kedvenc keresőmre, majd meglepő, de kellemes élményben volt részem. A Széchenyi fürdő és a Hősök tere 3D-ben emelkedett ki a megszokott környezetből, ahogy most ti is láthatjátok. Gyorsan körbe is néztem, mi mindent tudok még ebben a formában megtekinteni, ha nekiindulok egy virtuális Budapest sétának. 24 híres, ismert épületet és hidat sikerült felfedeznem ennek a különleges technológiának a segítségével. Sőt, azt a funkciót is sikerült megtalálnom magamnak, hogy ha mindezeket egy egynapos túra keretében szeretném megtekinteni, akkor milyen útvonalat érdemes bejárni. Tényleg érdekes utazást tettem az íróasztalom mellől, és el is határoztam, hogy egy ráérősebb időszakban a valóságban is felkerekedem kis családommal, és végignézzük Budapest nevezetességeit, hiszen gyönyörű fővárosunk van, amiről bizony a dugókkal zsúfolt hétköznapokban hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Sajna, infománok, a budapesti kalandozással a műsoridőnk is elszállt, úgyhogy tényleg már csak egy rövid játékra maradt időnk. Múlt heti feladványunk a 9. mobildobó világbajnoksághoz kapcsolódott, pontosan úgy szólt, hogy hány méterre hajított a mobilját Timo Lilium, aki a mobildobó világbajnokság férfi nyertese lett. Nos, Timo nem kevesebbre, mint 85 méterre hajította el telefonját, így a férfiak között ő lett a bajnok. A helyes megfejtés tehát a harmadik lehetőség volt, a nagyon helyes laptoppáskát pedig Tardos Katalin Balaton-Lellei infalán nyerte. Természetesen gratulálunk az ügyes nyertesnek, a megérdemelt ajándékot postán juttatjuk el hozzá. E heti kérdésünk sem lesz nehezebb, hiszen ha jól figyeltetek, gyerekjáték arra válaszolni, hogy hány csatornát foglal magában a szeptember végén indult Európa TV. 1-3-2-2-3-4. A helyes válaszokat szokás szerint a levélkukac.infomania.tv címre küldjétek, vagy a www.infomania.tv szájton az írjatok nekünk menüpontból is el tudjátok juttatni hozzánk egy szuper webkameráért. Ha már nézitek az oldalunkat, ne felejtsetek el bekukkantani a legfrissebb híreinkben, de egy régi adást is letölthettek. Jövő héten természetesen én újra itt leszek. Szeretnék pár igazán nagy monitor bemutatni nektek, de a Belinnel, azaz a beszéli Linux-szal is megismertettek. Úgyhogy infománok, nem maradt más hátra, mint hogy éljen október 23-a, és természetesen az egyújas gépelés is. Viszlát jövő héten!